Sziasztok! Mai videóra egy gyors dobozbontogatást terveztem, mert hogy megérkezett egy paci, amire nagyon-nagyon kíváncsi voltam már. Élőben képeket nagyon sokat láttam róla, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ő a dobozon kívül is élőben. Amíg bontogatom a dobozt, addig elmesélem, hogy mi a helyzet itt Breyer lovakkal kapcsolatban. Akartam ezzel kapcsolatban csinálni egy külön videót, de végül is nem nagyon éri meg külön beszélni róla, úgyhogy inkább ennek a videónak a keretein belül elhadarom, amit tudni érdemes. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy hol lehet venni Breyer lovakat. Az a helyzet, hogy most már rettentően kevés helyen, és még az is sokszor bonyolult, mert ugye Amerikából vámot kell fizetni, bármilyen EU országon kívül vámot kell fizetni, és EU-n belülről meg nagyon kevés helyről lehet Breyer lovakat venni, sajnos. Úgyhogy igazából nem sok választási lehetőség maradt. Vagy a magyar posta szőrszálhasogat, vagy az EU-s rendeletek ugye a külföldi csomagokkal kapcsolatban bele zavarnak itt a dolgokba, úgyhogy itt mindenféle van. Úgyhogy külföldről nagyon gondolja meg mindenki, hogy honnan és miként rendel, mert eléggé macerás tud lenni a folyamat. Na most, amit én ajánlok, mert azért valahonnan mégiscsak megéri venni Breyer lovat, az egyik az maga a hivatalos Breyer weboldal, a breyerhorses.com, mindent amúgy linkelek a videó alatt. Erről azt kell tudni, hogy Amerikából jön, de nem szenvedős a vám. Erről a weboldalról rendelve nekem még sosem kellett külön vámnyilatkozatot benyújtani, ezt a posta automatikusan vámolja nekem. Úgyhogy nincsen vele különösebb teendő, csak ugye fizetni kell, amikor átveszi az ember a csomagot. Még pluszban. A termék ára és a szállítási díj után 27%-ot, úgyhogy ne lepődjön meg senki, hogyha kicsit magasabb az összeg. A másik egy német weboldal, ezt nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert ugye Németországban található, onnan postáznak, és ezáltal egyrészt gyors is a posta, viszonylag olcsó, ugye olcsóbb, mint hogyha Amerikából jönne, és nem kell vámot fizetni. Nagyon szuper, csak ugyanáluk kicsi a választék. Úgyhogy így meg kell gondolni, hogy honnan és mit akar az ember venni. Ahogy mondtam, más lehetőség is van, de rettentően macerás. Nem tudom, hogy megéri-e egyáltalán, főleg ahogy megugrottak az árfolyamok, hát hihetetlen, hogy milyen sokat kell fizetni forint átváltásért, dollárra vagy euróra. Most nem is éri meg lovat venni sehol egyébként. Úgyhogy ez a helyzet. Akinek kérdése van, nyugodtan kérdezzen. A videó leírásba pedig linkelem ezt a két weboldalt, ahol érdemes nézelődni, mert még viszonylag értékelhető körülmények között át is lehet venni a csomagot ezektől a weboldalaktól. Nos, a dobozban pedig nem más volt, mint Adamek, aki a legújabb Akal Teke a 2022-es új Breyer felhozatalban, és én őt nagyon-nagyon-nagyon vártam már az első képektől kezdve, mert aki emlékszik az én Akal Tekés videómra, itt fönt linkelem, hogy melyikről van szó, az ő Premiere klubos verziója nekem borzasztóan tetszett. Imádtam, sőt a mai napig az egyik kedvencem. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a modell még majdnem, hogy veri is az én kedvenc listámon az Otellókat, ugye a Clydesdale-eken. Hát nagyon-nagyon-nagyon szuper, hogy kiadtak belőle egy ilyen mindenki számára viszonylag olcsón elérhető verziót is. Adamek, ő egy portréló, szóval ő egy létező Akal Teke, akiről ezt a modellt mintázták. Szép pejszíne van neki, négy lába fehér, ugye farkincája, sörénye fekete, és neki a fején ez a szép fehér minta nagyon különleges módon lett megcsinálva, mert ha megnézzük, akkor nem sima fehér foltról van szó, hanem ilyen szürke színnel még keretezve is van neki ez a folt, és ez nagyon ritkán festik így a Breyer modelleket, amik ebbe az olcsóbb kategóriába tartoznak. Ezek inkább Premier modellekre, vagy Breyer Fest modellekre jellemző festés stílusok, úgyhogy nagyon örülök, hogy igazából ez a paci is kapott egy ilyen különlegesebb festést, még hogyha egyébként a teste többi része annyira nem is különleges, de nekem borzasztóan tetszik. Továbbra is imádom ezt a dinamikus pózt,
nagyon-nagyon jól el van találva, fotózásra tökéletes, és nagyon jól áll neki ez a szín, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen színben adták ki, mert szerintem ez borzasztó jól áll neki, az ő hasára nincs felírva semmi, és hát így néz ki ugye a másik oldalon is. Ez a modell egyébként nagyon hosszú, úgyhogy polcon rettentően sok helyet foglal el, attól függetlenül egyébként, hogy ő egy viszonylag vékony modell, szóval széltében nem foglal el sok helyet, de hosszában nagyon is. Most aki emlékszik, így nézett ki Altinai, az eredeti Premier klubos verziója ennek a modellnek, ez volt az első, amit a Breyer megjelentetett, és nagyon-nagyon szeretem a mai napig. És mellé sikerült beszereznem még Uffingtont is, aki ugye a 2021-es Briar Festnek volt az egyik special ránja, és hát ő ebben a nagyon szép világos kremelló színben lett megalkotva, nagyon szépen csillog egyébként ilyen. Ő nem fényes, festékkel van festve, de mindenképpen ilyen kicsit gyöngyházasan csillogó neki a teste, és hát neki is szép kék szemei vannak, és ugye az ő hasára már rá van írva. Briar Fest 2021, csak egy kicsit el van mosódva, nekem ott az egyes. Kár. Szóval, így most már ők hárman vannak. Nagyon remélem, hogy lesz még belőle több szín is, mert hát igazából ugye van még kettő, csak hát azokat abszolút esélytelen beszerezni. Úgyhogy egyelőre, ami elérhető azokból, megvan az összes, és nagyon várom, hogy legyen még több, akár egy karácsonyi ló, akár egy Halloween ló, akár egy akármilyen, bármi, ezen a modellen bármilyen szín jöhet, én azt imádni fogom. Úgyhogy üdvözöljük Adameket a gyűjteményben, és írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, tetszik-e nektek ez az Akateke modell, és hogy nektek egyébként melyik szín tetszik a legjobban. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!